Kapcsolódva az iménti beszélgetéshez, maradunk az épület modernizálásoknál. Több projekt keretében újulnak meg Nyíregyháza önkormányzati óvodái. Ezek az Eszterlánc északi óvoda több tagintézményét is érintik. A Józsefvárosban lévő központi óvodában a külső-belső felújítás, energetikai korszerűsítés és eszközbővítés mellett egy tornaszobát is kialakítottak. A témában egy korábban rögzített beszélgetésünket látják. Ki aludt, ki pedig csendesen el volt. Délutáni pihenőjüket töltötték a gyerekek ezen a szeptember elejé délután a nyíregyházi Tas utcában lévő óvodában. Miközben fontos dolgok történtek tőlük néhány méterre. Ekkor adták át a megújult intézményt, amint egy fél évig tartó munkák után. Labdák, bordás falak, hulahopp karikák és sok más eszköz, ami a gyerekek mozgásához szükséges. A legjelentősebb fejlesztés a tornaszoba kialakítása volt, közel 60 négyzetméteren. Emellett számos más dolog is megvalósult az óvodában, ahogy az Eszterlánc északi óvoda 9 tagintézménye közül másik 5-ben is. A Tas utca Jóviban történt munkák és eszközbeszerzések egy 9 óvodát és bölcsödét érintő projekt keretében valósultak meg. Emellett azonban 2 másik önkormányzati projekt is zajlott vagy fut még mindig a városban, melyeknek keretében 17 óvoda és egy bölcsöde energetikai vagy komplex korszerűsítése történt, illetve történik meg összesen mintegy 1,1 milliárd forintból. Köszöntöm a stúdióban Szikszainé Kis Editet, az Eszterlánc északi óvoda intézményvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hány intézmény tartozik az Eszterlánchoz? Az Eszterlánc északi óvodához 9 óvoda tartozik, egy hatalmas nagy objektumok vagyunk. A 9-ből hány intézmény tudott egy picit, vagy inkább nagyobb, vagy jelentős mértékben megújulni? Ha összességében nézzük, akkor már tulajdonképpen mind a 9 óvoda megújult, vagy a külső szigetelésekben, vagy már a külső szigetelés, és plusz a belső dolgok is megújultak. Mik a legnagyobb változások, és hol? A legnagyobb változások ebben az évben történtek, hiszen az Eszterlánc északi óvoda székhely óvodájának volt egy nagyobb felújítása, és ahogyan hallottuk a kis filmben is, fejlesztésre került sor, egy tornaszoba épült a gyerekek számára. A további óvodáimban is még, másik 2 óvodában is ugyanez a projekt futott, tagintézményekben, de összesen mondhatjuk, hogy ebben az évben 6 intézmény újult meg. Mi a jelentősége annak, hogy korszerű tornaszoba segítse az óvodásoknak a mindennapjait? Nagyon várták már a gyerekek, hiszen évek óta a szomszédos Etelközi óvodába jártak a gyerekek tornázni. Ha nem tudtak átmenni esős időben, akkor a csoportszobából kellett a mozdítható bútorokat kihozni a folyosóra, és így tudtak tornázni. Úgy éreztük, hogy már nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen ez a tornaszoba, hiszen a gyerekeknek a 21. században nagyon-nagyon sok mozgásra van szüksége itt bent a csoportszobába is. Tartalmazza az óvodai udvarunkon egy focipályát, de ugye ha rossz az idő, nem tudjuk használni, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen fontos már, hogy ez kialakításra kerüljön. Mi az, ami még megvalósult ezekben az óvodákban? A Tas utcai óvodában nagyon nagy változások történtek. Tulajdonképpen az egész épületet kifestették. Gondolhatunk itt a csoportszobákra, öltözőkre, kiszolgáló helyiségekre, a hatalmas nagy befejező konyhánkra, gazdasági egységekre, mosdókra, tehát az egész épület egy új színt kapott, egy kellemeset, egy modernebbet, egy jobbat. A folyosóra álmennyezet került. Nagyon fontos, hogy a parketták, a régi kopottak már egy új PVC burkolatot kaptak. Próbáltuk a meglévő fürdőszobai csempékhez a hangulatban, színben, árnyalatban olyan PVC-t választani, ami a gyerekeknek nagyon kellemes szín. Fontos, hogy a radiátorokat lefestették, hiszen közel már 41 éves radiátoraink voltak. A festés megtörtént, és új szeleppel helyezték el. Bízunk benne, hogy most már szabályozni fogjuk tudni a fűtést, hiszen a Tas utcán mindig nagyon-nagyon meleg volt, sokat kellett az ablakot kinyitni. Úgy gondoljuk, hogy sokkal gazdaságosabb lesz, és a gyerekeknek is jobb lesz a komfortérzetük. Hogy sikerült ezt a sok munkálatot úgy végrehajtani, hogy közben a gyerekek gondozása is zavartalan legyen? Felvállaltuk már márciusban, hogy a Tas utcai óvoda legyen az első óvoda, többek között a város többi óvodáival együtt,
ahol már a munkálatokat megkezdhetik márciusban, hiszen a nagy tervezések és a szervezések következtében rájöttünk, hogy a tornaszobát építhetik már a tavaszi időbe. El is kezdték, fölhúzták a falakat, és fokozatosan próbáltuk az óvoda helyiségeit úgy elhagyni, hogy a csoportokat összevontuk, bevontuk a folyosót, az öltöző helyiséget is. Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon-nagyon kellett a szülők megértése, hiszen tudták, hogy mi a cél, hiszen nagyon nagy felújítás történt az óvodában. Megértették, teljes létszámmal jártak a gyerekek az óvodában, és kaptunk nagy segítséget, hogy elmehettünk a Kerekerdő Tagintézmény óvodába délutánként aludni, és ahogy már jött a jó idő, április, május, már nagyon jó idők voltak, fokozatosan tudtuk átadni a csoportszobákat, először kettőt, és amikor június 15-én már bezárt az óvoda, az egész épületrészt át tudtuk adni. Nagyon nagy szervezésre volt szükség, óvodapedagógusok, dajkanénik, pedasszisztensek, sőt a külső óvodák és a tagintézmények, akik fogadták a gyerekeket. Abban nagyon-nagyon tudatosak voltunk, hogy a saját óvónénink is menjen át az óvodába, a dajkanénik, hogy biztonságérzetük még jobb legyen a gyerekeknek. Viszont nagyon tetszett nekik, hogy új környezetbe kerültek, más játékokkal is tudtak játszani. A csoportszobák mérete más volt, sőt voltak új játékok egészen más, tehát nagy örömmel játszottak, és én azt gondolom, hogy a nevelés egész évben folyamatos volt. Talán még a rugalmasságuk is egy kicsit erősödött. Mikor Igen. volt utoljára ilyen nagy volumenű felújítás? A Tas utcai óvodában 2 évvel ezelőtt volt, amikor szigetelés történt, az épület szigetelése és ablakok cseréje. De hát akkor már be is volt szegezve néhány ablak, annyira elhasználódott és nagyon indokolt volt. Akkor már egy külső szépség megtörtént az óvoda épületében, színes falak kerültek a homlokzatra. Akkor már éreztük, hogy nagyon-nagyon nagy munkálatok elkezdődtek. Viszont a belső ajtók nem zártak, azokat kellett még kicserélni, tehát a tetőre is került napelem, ami nagyon fontos, hogy a fűtés most már kevesebb legyen, a vízfogyasztással is egy kicsit tudunk gazdálkodni, úgyhogy minél kevesebb legyen. Éreztük, hogy rövidesen erre is sor fog kerülni. Gondolom nem csak a szülők és a gyerekek, hanem az óvodapedagógusok és az ott dolgozók is örömmel vették ezt birtokba. Nagyon örömmel vették, sőt, amikor már szervezkedtünk, ugye olyan dolgok történtek a csoportban, hogy a kedves óvónénik megengedték a gyerekeknek, amikor közösen csomagolták a játékokat, elpakolták a bútorokat, tudtuk, hogy új beépített szekrényeket kapunk, a kedves óvónénik megengedték, hogy a falat kedvükre fessék, a beépített szekrényekbe rajzoljanak emlékeket, jeleket, bármilyen üzenetet adhatnak egymásnak, hiszen tudták, hogy mindezek ugye cserérek szorulnak. Nagyon kedvelték, hogyha a folyosón is esetleg kint pihenhettek egy nagyon picit, meg volt a helyük a csoportszobába, de mindig örültek az újdonságoknak. Együtt a dolgozókat én azt gondolom, hogy nagyon kellemesen érintette, hiszen sokkal komfortosabb, sokkal szebb lett az öltöző, és sokkal jobb körülmények között tudják a mindennapi gondozási feladataikat végezni, és nem beszélve arról a takarítási munkálatokat. Ami sokkal egyszerűbb lett. Mi az, ami még hátra van? A Tas utcai óvodában tulajdonképpen minden rendben van. A gyermek mosoly óvodában szintén, a Etelközi óvodában minden rendben van, készen van tulajdonképpen a Eszterlánc északi óvoda, állomás úti óvoda is, kisebb munkálatok és kisebb javításokra van szükség, de ez nem jelenti azt, hogy nem indult el a nevelési év, hiszen szeptember 1-től birtokba vették a gyerekek a épületet, és apróbb javítások, amelyek már nem annyira igényelnek olyan munkálatot, hétvégeken jönnek, javításokat végeznek, egy-egy csempét kell visszahelyezni, valahol javítás van az ajtók mellett, ezekre még várunk, de egyébként folyamatosan működik az óvoda. Szikszainé Kis Edit, köszönjük szépen, hogy befáradt ma hozzánk. Én is köszönöm.